szagás bulvár, könnyek néha sírás, sok percen át dumálás, amíg a szánk elfárad már. Szószátyár, 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 szószátyár. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök Szószátyár című műsorunkat látják. Mai vendégem Walter Attila, előadó művész. Szervusz Attila. Szervusz. Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Hát mondhatjuk úgy, hogy nem csak képletesen, hanem valójában is hosszú utat tettél meg, hogy ide érje hozzánk a stúdióba, hiszen nem is tudom, hány száz kilométert autóztál. Hát Sopron mellett lakom Kópházán, igen. Ami egyébként egy nagyon szép hely, de hát azért Budapesttől sajnos egy picikét messze van. Annyira nem vészes, meg szokás kérdés. Én elég sokat autóztam a munkám során, úgyhogy nem okoz problémát. Hát kezdjük először, én azt gondolom, az alapkérdéssel. Mióta is énekelsz, Attila? Hát Schwarzeneggernek volt erre egy mondása a Terminátorban, mindig azt mondta a végén, hogy visszajövök. Hát én ezt nem mondtam ugyan, de én is egy igazi visszatérő vagyok, mert énekesként kezdtem a pályámat, aztán a szakmai karrierem során olyan eredményeket sikerült elérnem, hogy visszatértem az énekléshez. Mert hogy ez a szakma, ez egy nagyon érdekes szakma, amit te a civil életedbe üzöl, te coach vagy, ugye? Jól mondom. Így van, így van. Trénerként és coachként dolgoztam hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, vállalati szférában döntően üzlet és személyi hatékonyság fejlesztéssel foglalkoztam. A hierarchia minden szintjén, meg minden korosztályon nagyjából. Itt tanultam meg a zen mondásnak az értelmét, hogy a tanító és a tanított együtt hozzák létre a tanítást. És hát ebből én is megtanultam, hogy inkább olyan emberekkel foglalkozom mostanság, akik elhatározták, hogy elérik az életük álmát, és ezért hajlandóak lépéseket is tenni. Így aztán azt tesszük, hogy mint a Süsű megkérdezte a királyfit, hogy miszél hozott mondsz erre, és mi vagyon a szíved terve, utána felmérjük egy belső tehetségkutatóval, hogy mivel bír az érintett, és utána ebből összegyúrunk egy olyat, amire a világnak szüksége van. Kicsit kompakt így néz ki a történet, persze ez bonyolultabb, de mégis így tudnám röviden elmondani. De azért egy ilyen coachság vagy trénerség azért ez egy nagyon összetett dolog, nem? Tehát, hogy természetesen. Nem is tudom, hogy ez tanulható-e, vagy erre születni kell? Hát ugyanúgy van, mint minden másnál, hogy szükséges hozzá egy született adottság, és nyilván tanulni kell hozzá rengeteget. Nagyon sokat kell önmagunkról tanulni, és ugye az önmagunkról való tanulás pont az, ami egyébként engem visszavitta a körbe a dologhoz, hiszen ezt a tehetségkutató dolgot a saját magamon is megcsináltam, sőt, először magamon csináltam meg, úgy vagy bő 10 évvel ezelőtt, és ennek lett a következménye, hogy visszatértem először hobbi szinten, aztán egyre komolyabban a pályához. Mint hivatásos coach, hivatásos tréner, neked nyilván nem okozott soha problémát színpadra lépni, emberek előtt nyilvános helyeken szerepelni. Összefügg. Az éneklésben azért egyfajta hasznot jelent, vagy pluszt jelent. Hogyne, persze, nagyon sokat segít. Kisebb közösségeknél mindenféleképpen egy tréning csoportnyi közösséggel jól elbírok. Most kihívásokkal küzdöttem azért az utóbbi időben ezzel, de hál' Istennek egy kicsit a színház is visszatért az életemben. Úgyhogy a Soproni Színházban szoktam időnként együttműködni különböző zenés darabokban, és az segít abban, hogy a nagyobb közösséget is jól tudjam kezelni. Neked elég jók a hangi adottságait, ezt kimondhatjuk, mert egy különleges, érdekes hangod van. Nyilván emellett azért képzed is magad folyamatosan az éneklés terén, viszont azért ehhez a hanghoz meg kell találni egyfajta zenei stílus. Te megtaláltad ezt már? No, ez volt a 10 évnek az egyik legnagyobb feladata, mert hosszú-hosszú keresgélés volt, hogy megtaláljam azt a műfajt, amit nekem is jól áll, és szeretem is, és a közönségnek is szükség van rá. Ez a három együtt kellett, hogy működjön. Ez ment nagyon nehezen. Itt jött ugye ez először, amit már komolyabbnak tekinthető volt, amiből műsor készült. Ez a Bing Crosby, Dean Martin, Sinatra, Elvis vonal, ugye ez a mélyebb hangokhoz kötődően, és ebből lett az első műsorom a Soul, a Swing, ami ugye döntően angol nyelvű, ilyen típusú stílusú dalokkal foglalkozott. Csak közben mindig kiderült, hogy a közönségnél az üzenet nem mindig ment át angolul. És hát ugye emiatt kezdtem el keresni a magyar változatokat, és így találtam rá a régi nagy magyar ikonokra, Kós, Aracki, Vámosi, Szécsi hasonló énekesekre, akikért gyerekkoromban rajongtam is. A magyar közönség az tényleg egy érdekes, tehát a magyar ember valamiért magyarul szeret hallgatni zenét, de igen. Úgy, hogy mondjuk a zene világnyelve azért az angol akármennyire is igen. Másképp gondoljuk néha itthon. Így van. Visszatérve, hát nyilván ezek nagy előadók, jó dalok,
fekszenek neked, de hát azért azt gondolom, hogy egy énekesnek mindenképp a saját dal az, az ami meghatározó kell, hogy legyen. Hát, hogy ne. És ha jól tudom, te már eljutottál az első saját dalig biztosan. Igen, ez egy nehéz menet volt egyébként, mert ahogy fokozatosan egyre inkább nem tudtam elmondani a mondani valómat azokkal a dalokkal, amiket készen kaptam, egyre inkább jött az igény, hogy jöjjenek a saját dalok, és pont a Trimedio gondozásában sikerült egyébként az Ember Peti alkotását az első dalomként megélni. Ez a Szedd össze magad holnapig című dal. Ezt teljes mértékben az Ember Peti hozta létre, és ebből készült el a Trimedionál az első lemezfelvételem is, és jelent meg CD-n, illetve ezzel debütáltam a Sztojka TV műsorban a csatornán. Viszont, hogyha már ezt a dalt megemlítetted, szerintem ezt most meg is kéne hallgatnunk. Jó, hallgassuk. Legyen így. Amikor reggel felkelek, csörög az óra, már stresszelek, az öreg járgány nem indul, közben meg lemerült a telefonom. Úgy kéne egy filmszakadás, meg egy forró csók, egy kis lazulás. Belecsavarodom, belezavarodom, nem bírom tovább, ezért azt csináld. Szedd össze magad holnapig, haza ne gyere hajnalig. A Moulin Rouge füstös színpadát, táncold át az éjszakát. Tüzesek a lányok, meleg van, a légkocka lötyög a pohárban. Ordítsd bele a világba, így kéne élni minden nap. Azt hiszem mindent megteszek, a kis Armani inget veszek. Tolom a marketingemet, Monte Carlo-ban ebédelek. Úgy kéne a változás, megfordítani a föld pólusát. Belekomorodom, belezomorodom, nem bírom tovább, ezért azt csinálom. Szedd össze magad holnapig, s haza ne gyere hajnalig. A Moulin Rouge tüstös színpadán, táncold át az éjszakát. Tüzesek a lányok, meleg van, a jégkocka lötyög a pohárban. Fordíts bele a világba, így kéne élni minden nap. Armani ingem kigombolom, a nyakkendőmet eldobom. Kikapcsolom a telefonom, délben jó lesz a villás reggeli. Ó, ez isteni! Repülni jó! Belekomorodom, belezomorodom, nem bírom tovább, ezért azt csinál. Szedd össze magad holnapig, s haza ne gyere hajnalig. A Moulin Rouge tüstös színpadán, táncold át az éjszakát. Tüzesek a lányok, meleg van, a jégkocka lötyög a pohárban. Fordítsd bele a világba, így kéne élni minden nap. Hé, hey, figyelj már, szedd már össze magad. A Moulin Rouge füstös színpadán, táncold át az éjszakát. Tüzesek a lányok, meleg van, a légkocka lötyög a pohárban. Fordítsd bele a világba, így kéne élni minden nap. Szedd össze magad, énekelte nekünk Walter Attila, de hát Attilának nem kell összeszednie magát, mert azt hiszem, hogy ez egy teljesen összeszedett produkció volt, illetve hát Attila egy igazán összeszedett emberbenyomását kelti. Köszönöm szépen. Én jelen voltam ennek a dalnak a felvételénél, és én azt láttam, hogy te azért egy nagyon maximalista előadó művész vagy, tehát onnantól kezdve, hogy a megjelenéseddel, az előre lekoreografált színpadi mozgásoddal, tehát te nagyon kigondolod és nagyon rákészülsz minden produkcióra.
Igen, én hiszek abban, hogy ahhoz, hogy rögtönözni tudjunk, ahhoz szükséges, hogy felkészüljünk erre a rögtönzésre. Ezt a színházi kollégáktól tanultam meg leginkább, hogy bármennyire is előfordulhat valami, amit az élet hoz, ahhoz akkor tudunk alkalmazkodni, ha felkészültek vagyunk rá. És ugyanez volt a tréning műfajban is, hogy én megírtam egy tervezetet, elképzeltem, hogy mi lesz, jött a csoport, és lett valami más. De a lényeg, hogy mindig azt a célt érjük el, amiért egyébként összejöttünk. Tehát kell egy keret, amin belül mozogsz. Keret, így van, így van. Ez adja a biztonságot. Te egyébként a magánéletben sem egy spontán ember vagy, hanem ott is azért egy ilyen tervezett életet élsz? Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a bizonyos keretek között spontán vagyok. Tehát ahhoz, hogy stabilan lehessek spontán, szükséges, hogy tudjam a korlátaimat. Nagyon sok önismereti munka van a saját szakmámon belül a mögött, hogy tudjam, hogy mire vagyok képes, mi az, ami nekem jól áll, mi az, ami nekem elmegy, mi az, ami nekem nem pálya. Tehát ezeket fel kellett fedezni, ez sok-sok munkával jár, és akkor tudok igazán spontán lenni, hogyha tudom azt, hogy azokon a kereteken kívül, ugye mondják ezt ugye a komfortzónának is, hogy azon belül vagyok biztonságban. Nyilván az egy fontos fejlődési történet, hogy ezt folyamatosan tágítsuk, ezt a komfortzónát, hogy minél nagyobb területen belül tudjak spontán mozogni. Érdekesek gondolatok egyébként. Picit visszatérve a zenére. Ugye gyakorlatilag egy dalod már megjelent egy válogatás albumod, és ez az album ez aranylemez is lett. Azért ezt nem tudtad? Ezt még nem tudtam. Lehet, hogy nem olvasol újságot eleget, Attila, mert én is onnan tudom. Megmelengeti ez a szívedet, hogy ha még nem is a saját szólóalbumod, de hát azért mindenképp egy nagyon nívós dologba keveredtél. Hogyne, ez egy óriási lépés. Főleg így mondhatni csípőből elsőre. Tudom, hogy téged barátaid is támogatnak a zenei karrier építésébe. Ők tényleg baráti támogatók, vagy azért ők neked kicsit kritikusaid is? Tehát ha valami nem tetszik nekik, azt megmondják, vagy elfogultan támogatnak minden lépésedben? Ezt elvárom. A kritikát elvárom. Tehát úgy gondolom, hogy és ez megint egy picit a szakmához visszanyúlás, hogy én abban hiszek, hogy az ember azt látja, amit látni hajlandó, vagy látni képes. Tehát van rajtunk egy szűrő, amin keresztül nézzük a világot. Ebben lehet elfogultság is ugye az egyik szűrő történet, illetve szakmai hozzáállás mindenféle ilyenek. A lényeg az, hogy elég sok olyan barátom, ismerősöm van, akit bevontam ebbe a támogatói körben, és ők rendszeresen meghallgatják, megnézik azt, ami a produktum, és adják az elvárásom szerinti kritikus visszajelzéseket, amiket én megtanultam kezelni és felhasználni abban, hogy minél tökéletesebb lehessen, hogy mondtad, maga a produkció. Tehát sok kört futok a baráti körben, akik ebben támogatnak, mondhatni. Milyen lendületet látsz magadban? Hova tud kifutni a te zenei karriered véleményed szerint? Az én véleményem az, hogy most az 50 az új 30. Talán hallottad ezt a kifejezést. Mióta elmúltam 50, én is ezt mondom. Tehát, hogy valójában azt mondom, hogy újrakezdeni, vagy valamit elkezdeni sohasem késő. A kérdés az, hogy megvan-e bennünk a megfelelő szenvedély ahhoz, hogy ezt tudjuk csinálni. És kitartás. És a kitartás, így van. A szenvedély ugyanis nem elég, így van. Én azt hiszem, hogy ez nekem megvan. Sok éven át ez elnyomottan volt, és most az egész felszínre tört. Tehát azt gondolom, hogy ez tart azért addig, amíg színpadképes lehetek. Úgy gondolom, hogy elindultam azon az úton, hogy most már úton van a második dal, amit most már utolsó sivításokat végzünk rajta. Szintén az ember Peti írta a zenéjét, de a szövegét azt már én írtam ennek a dalnak. Ennek az a cím, hogy a céltalan utak nem visznek sehová. Vajon miért? És nagy büszkeséggel tölt el, hogy az Eddás Alapi István közreműködését sikerült megnyerni a gitárszólókhoz, ehhez a dalhoz. Gyönyörű. Úgyhogy még néhány csiszolás, és ez is megvan, és akkor majd ezzel is előlépünk, de addig még ugye ezzel nem. Illetve azt gondolom, hogy amit mondtam, elindítottam egy dalmentő akciót mondhatni. Ezek az úgynevezett magyar mesterdalnokok, akiket én mondtam, Kós, Aracki és a többiek, meg nem sértve azokat, akiket nem mondtam most. Az ő dalaikból új köntösbe öltöztetni, tehát 21. századi megszólalásba öltöztetni ezeket a dolgokat úgy, hogy az eredeti színvonal megmaradjon.
Tehát nagyjából mondhatjuk, mintha ők most élnének, és most énekelnék el ezeket a dalokat, akkor körülbelül ilyen arancsbanttal, vagy ilyen megszólalással adnák elő. Ezen dolgozunk most, és ezen folyik most még egy olyan munka, hogy ebből egyrészt tematikus esteket is tervezünk összeállítani, akár előadó szerinti tematikus esteket, másrészt pedig téma szerint úgy szintén, ehhez folyik már egyeztetés művész kollégákkal, akik majd ebben együttműködhetnek, illetve ezeknek a daloknak egy része, amit ebben szánok el énekelni, azokat nem énekelték el ezek az énekesek sajnos magyarul, így ezeknek a fordítása is folyamatban van. A magyarítása, van, amit én csinálok, van, amit együttműködéssel csinálunk ebben, hogy minél több nívós lágert tudjunk a magyar nézők számára érthető üzenettel átadni a közönségnek. Akkor nagyon komolyan veszed ezt az egész projektet, úgy látom. Abszolút. Azon gondolkoztál egyébként, hogyha ez az énekesi karrier a helyére kerül és elindul, és lehet, hogy eljön az a pont, mikor választanod kell, hogy most én előadóművész leszek, vagy coach, tréner, merre fog billenni a mérlegnyelve? Ilyenkor szoktam azt mondani egy ilyen kérdésre, hogy komolyan vagy őszintén? Csak őszintén. Ha az őszintén, akkor picit visszanyúlok a gyökerekhez, hogy amikor kisfiú voltam, akkor én rajongtam ezekért az énekesekért, Kós, Aracki, stb., akiket már mondtam, és a családban van egy olyan legenda, hogy én a szekrénynek az ülő felületén a szalagos magnum mikrofonjával rohangáltam föl alá, és azt mondtam, hogy én leszek az énekes férfi. És hát azért énekes férfi, mert kisfiú adja, logikus volt, hogyha vannak énekes nők, akkor aki férfi, az énekes férfi. Igen. És gyakorlatilag már akkor eldöntöttem, hogy én majd énekes leszek. Aztán ez ugye így ment egészen 20 éves koromig, és ugye akkor jött ugye a váltás, hogy akkor... Az akkori viszonyokban rádöbbentem arra a színházi korszakomban, hogy színházba kezdtem dolgozni 20 évesen, az volt az első munkahelyem, a Győri Kisfaludy Színház, és ott ugye operákban, operettekben döntően kórus feladatokat láttam el, de mellette voltak kisebb szerepeim, többek között Gregor József mellett, a Flandriai küldött voltam a Don Carlosban. Viszont rájöttem, hogy ahogy te is mondtad egyszer korábban, hogy a hang nem elég ehhez a szakmához, ugye több is kell, ezt mondtam, hogy emiatt tértem ugye vissza a civil életbe. És azt gondolom, hogy a szakmámban időközben összeszedtem azokat a erősségeket, képességeket, ami most ahhoz kell, hogy megtartson engem a pályán. Hát ez egy gyönyörű kerek válasz volt, és így a végére azt hiszem csak ennyit tudok mondani, hogy hát köszönjük neked, az énekes férfinek. Köszönöm. Hogy itt voltál ma nálunk, és hát búcsúzol, mindenképp egy dalt halljunk tőled. Akkor legyen ez a másik mostani felvételem, ez a Sway Dean Martintól. Megvan már magyarul is, de most még az eredeti nyelven vettük fel. Köszönjük mindenkinek, Walter Attila volt a vendég. May be on the floor, but my eyes will see only you.
Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythm starts, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Móka, kacagás, bulvár, könnyek, néha sírás. Sok percen át dumálás, amíg a szánk elfárad már. Szó szátyár, szó szátyár, szó szátyár, szó szátyár. A műsor támogatta a Kittinél Love.